Szerbusztok, gyerekek! Sziasztok, meleg szeretettel! Meleg szeretettel köszöntelek benneteket! És hát nagyon örülök, hogy itt van mindenki! Ilyenek a punkok! Ha! Ha! Az én nevem főnök, Szegednek vagyok a főnöke, a Szeged ifjúságnak vagyok a főnöke, és attól kaptam ezt a nevet, hogy főnök, hogy amikor régebben kinyártam a zeneszökők útnál, ott voltam a fiatalokkal, és nem volt nekem semmilyen becenevem, és akkor a fiatalok adták nekem azt a nevet, hogy főnök. Mert a fiatalok szerettek nagyon engemet ott, és nagyon tiszteltek, igazságosan az egyenruhások annyira nem, de hát nem tehetünk róla, és a fiatalok utána elneveztek főnöknek, és azóta vagyok főnök. Jók azok, mindig tiszteltek, becsültek, adtak enni, adtak inni, szóval ünnepeltünk minden, és akkor ezek a fiatalok olyan boldogak voltak, hogy én közöttük vagyok, és én őket úgy vigyázok rájuk, meg foglalkozok velük. Haveriságokat kötöttem néhány emberrel, és akkor úgy neveztek el, hogy főnök, és akkor én ezt elvállaltam, hogy legyek az a nevem. De különben, hogyha nem választottak volna annak, akkor nekem a nevem nem lenne főnök. Egymásnak is, hogy oly, meg van, mikor elkezdik, hogy oly, meg ilyen fogóknál, mikor bűzösik egymást a fiúk, meg a lányok, és akkor elkezdenek ólyozni, és akkor amikor fogóznak, táncolnak, akkor mindig egyfolytában azt mondják, hogy oly, oly, és akkor el kellene törnyengeni, mert minden, és akkor a fiatalok annyira jó érzik ezt, szóval ezt a zenét, meg ezt az énekeket magunknak, hogy amikor játszik egy együttes, akkor azok mondják, hogy oly, mert ugye oly zene, mint hogy oly egy punk zene, ugye? És akkor a fiatalok ezt nagyon szeretik, és akkor elkezdenek olyozni, meg mindenféle. Hát például ilyen testi együttesek játszanak úgy, akik ilyen együttesekben vannak, mint a VHK, Vágtázó Halott Kémek, meg az Aurora, meg a Okosbőrfej, vagy nem tudom, hogy hívják őket, ilyenek. És akkor ezeknek mindig ilyen olyosok, szóval mint régebben a CPG is az volt, mert a punk eredetű volt, és akkor mindig a szegediek meg a pestiek egyfolytában olyostak, mikor játszottunk. Én voltam a CPG-nek az énekese, hát mint Fátyol István a nevem, de beszélnem, ugye főnök mindenki ismert, és akkor mindenki olyozott, mikor játszottunk, és nagyon nagy sikerünk volt Pesten is egyszer húsvétkor, Maceróval beszélgettem, akkor is találkoztam vele a közgázba. Szóval nagyon jó volt az egész, minden, hát jó sikerült. Nem is tudom miért, akkor is védel értem. Máshol értem, nem érdekel, engem el. Várom rá a világon, ezt a rohadt világon. Hát ez a zenei élmény, hogy a fiatalok örülnek és tapsolnak, meg szeretnek, meg mindenféle, meg kérdezik, hogy mikor lesz koncert mindig, tehát abszolút az emberek nem tudják elmondani azt, hogy ugye, hogy milyen zenét, mert igazság szerint ez ilyen punkszkát játszik, de hát jó azért, mert nagyon frankóul játszanak, és hát milyen is jó éneklek benne, szóval jó kedvem van minden. Hát én nekem az élmények, amíg játszottam, úgyhogy
az nagyon jó volt, nagyon szeretem őket, nagyon fiatalok. Majd most alapítanánk össze egy műsor Debrecenbe, június közepe vagy eleje fele, és akkor ugyanaz egy műsor, Főnök Show az volt a neve, és a Főnök Show az nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó, mindenki jó, táncolt, mindenki ugrált, minden is táncoltam velük, szóval megértem őket, mert ők ezt a zenét szeretik, ők ezt az életet szeretik, ugye hát én is ezt szeretem, nem mondom. Nagyon köszönöm, sziasztok, köszönök mindenkit! Nagyon köszönöm, sziasztok! További jó szórakozást!